Szalagavató a csukásban. Az ünnepségen zenei kísérettel vonultak be a végzős diákok. Mai műsorunkban a Szalagavaton készített felvételinket láthatják. Szabó Lőrinc, ima a gyermekekért. Pár, csillagok, állatok és kövek, feressétek a gyermekeimet. Ha messze, messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsokat. Én hozzám mindig csak jók voltatok, szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy fáknak a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket csillagos éjszaka. Taníts, melenges te is, drága nap, csempész sebükbe titkos aranyat. S ti mind élő és holt anyagok, tanítsátok őket, felkők, sasok. Vadvillámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég, s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég, s föld, s minden istenek, szeressétek, akiket szeretek. A Csukár Zoltán mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola igazgatósága, tantestülete és a végzős diákok osztályfőnökei, Kránic Eszter tanárnő, dr. Gomkötő Csilla tanárnő, távollétében Vadas Zoltán tanár úr, Szalókiné Ács Viktória tanárnő, Resvados Erika tanárnő és diákjai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt a szalagavató ünnepségünkön. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és együtt ünnepelnek velünk és végzős évfolyamokkal a mai napon. Kérem, fogadják szeretettel a végzős diákok műsorát. Elsőként Dömötör Attila 12. A, Kajtár Ihár 11. B, Herákli Márk és Szabó Áron 11. C osztályos tanulók rendhagyó nyitótáncát láthatják.
Kérem, hallgassák meg Fehérvár Zsóka a Küszöbön állva című versét Szalai Dávid Norbert 12. A-osztályos tanuló tolmácsolásával. Fehérvári Zsóka a küszöbön állva. Számunkra ez a nap a legszebb, bár közös időnk lassan lejár, s apránként megyünk egyre messzebb, de az óra most egy percre megáll. Tudjuk jól, nem vagyunk egyformák, ám valahol mégis egyek vagyunk. Szemünkbe öröm könnye szállt, mert ma nektek darolunk. Számtalan fotó születik az este, és rengeteg tíz szó vár ránk. De nem lesz mind a fotóra festve, csak mosoly és szép ruhánk. Mert az élmény, mit itt átélünk, egy versben sem írható le, és szívünk mélyére ássuk el egy csodás örök életre. Nekünk is nehéz, de el kell fogadnunk, egy gyermek sincs köztünk már, a feladatra mind megértünk, és egy láthatlan jövő vár. Így állunk itt 82-en, szép és okos diákok. Köszönjük, ha azt mondjátok, büszkék vagyunk reátok. A 13. F-osztályosok tánca következik a dia összeállítással együtt. Fogadják szeretettel! Thank you.
tele van születő csillagokkal. Az egyik szikrázó csillag te magad vagy. Téged is, akár a többi csillagot, egy szép fény ölel úrul. Ő a te utad, melynek különböző lépcsőit járnak. Felkérem a végzős osztályok osztályfőnökeit, képviselőit, hogy kössék fel szalagaikat az iskola zászlóra. Nézd vissza most egy percre, nézd az útra. Nézd meg, mit tett, mit alkotott adottat. Nézd vissza, aztán ismét csak előre, és indulj tovább az alkotó jövőre. A 12. A-osztály nevében Menhárt Kristóf és Nyerges Kristóf. A 12. A-osztály valami masszív soréba búcsúzik, ahol nem hát körébb a jól tudat, ott esélyben arra, hogy jól tudhat, benned is fertőzik valahol egy erős, próbáld ki, te vagy a felelős. Kérem, hallgassák meg a 12. A-osztály előadásában a Küldj az álmodért című dalt. Hátra arc, végül majd tiéd,
később hátra adsz, végül majd ér, és szívből küzdenél. Jönnek még csodák, mégis menj tovább, és álmodj még, úgy, mint én, küzd az álmodért, minden vágyadért, lennedért, összes lesz a harc, a nincs több hátra adsz, végül majd ér, én szívből küzdenél. Küzdj az álmodért, minden vágyadért, minden ér, összes lesz a harc, nincs több hátra adsz, végül majd ér, én szívből küzdenél. A végzős osztályfőnökök nevében Králnik Eszter tanárnő köszönti a maturálókat. Kedves végzős tanulók, tisztelt meghívottak vendégeink! A szalagavató beszéd elmondása olyan megtiszteltetés, amelynek elkerülése minden évben komoly logisztikai tervezést igényel valamennyi lehetséges érintettől. Egy álmaságuk a nem más, mint hogy a szalagavató beszéd megírása az egyik legnehezebb dolog a világban. A szalagavató beszédet mondani rendkívül nehézségű megtiszteltetés. Majdnem annyira nehéz, mint végző diáknak lenni a szalagavató évében, és csak kicsit könnyebb, mint John Deere-rel MTZ-t elhúzni. Többen is azt tanácsolták, hogy ne a búcsúzásról beszéljek. Ez egy hasznos tanács volt, több szempontból is. A szalagavató nem a búcsú ideje, nem lehet az. A búcsú talán majd a ballagáskor válik időszerűvé. Habár annak a búcsúnak a másnapján is mindnyájan itt lesznek újra, a műhelyekben, tantermekben, reszelitek a vasat, kurtok, faragtok, és dolgozzátok a történelmi tételeket. A szalagavató tehát nem a búcsúzás ideje. De akkor vajon mégis mi lehet? Ha rátok nézek, hogy ötleteket merítsek az elmondani vágyott szavakból, utak is semmiségek jutnak eszembe. Azt gondolom például, hogy sokak számára, hogy ez lesz a retteget, soha többé ki nem vonul nyakkendők ideje. Most még talán nem tudjátok, de sokaknak az édesanyja, hogy a tanára által most hevenyészve, vagy gondosan megkötött nyakkendő évekig fog kiszolgálni. Rettegve, vigyázva őrzik majd, ki nem vonják, megkötve fog lúgni sokatok szekrényében. Amikor újra szükség lesz rá. És sokatoknak ez az első öltözés. Ahhoz a színben élő sportcipővel ez is éveket fog még kiszolgálni. Erős kapocs lesz a múlthoz. Higgyétek el, hogy rendkívül fontosság, jelentős apróságok ezek. Valahol ez a nap az a küszöb, amikortól minden egyes meghozott döntés, akár egy jól kiegyensúlyozott 4 kilós bumerán teljes súlyával fog visszahatni rátok. Bármennyire is nem hiszitek, vagy érzitek, de az iskola és a szülői ház védelem. Többek személyes élménye az itt jelen lévők közül a lépcső tehénkedve a fekvő iskolai lehetőségek egyeztetése, vagy a tisztán elvita, hogy a szomszéd füzetéből kitépett, kicsit megrágott lap, és a tőlem kölcsönkintől felszerelésnek számít-e. Ezek nélkül persze nem élet az élet, de, mint talán már ti is sejtitek, a látszat olykor néha csal. Immáron egyre inkább felnőtt emberek vagytok. Döntéseket hoztok, amelyeknek kikerülhetetlen következményei lesznek. Minden nap és minden percben dönteni kell, és majd észreveszitek, hogy olykor csak rosszul lehet dönteni. Az életetek mostantól egyre inkább csupa-csupa nehéz, könnyű választás. Válasz önbecsülés és éjség, tanulás és bulizás, pillanatnyi érzelmek és hosszú távú érdekek között. Dönthettek úgy, hogy kihagyjátok a fogmosást, de azt a kifogatok fogja megbánni. Választhatjátok a saláta helyett a sült krumplit majonézzel, de azt a tisztkoleszterinet fogtok bánja. Lehettek becsületesek, és talán szegények maradtok, de lehettek ügyeskedők is, és talán börtönben végzitek. Az elmulasztott időszűrésről a be nem fizetett visszámláig valamennyi kicsi és nagy döntésnek a következményeit ti viselitek. Ez most kicsi talán ijesztő, ha jól értelmezem, ott az ötödik sorban csendben zokogunk szemét, de mondom a jó hírt. Ez az érzés elképesztően felemelő. Ahogy gyerekeknek lenni boldogság, másokból felnőttnek lenni is az. Talán még nem is tudjátok, mennyire nagyszerű dolog magunk irányítani az életünket. Megszabni a lehetőségekhez képest annak folyását, dönteni és a döntések következményeit viselni, állni és kiállni. Tiltakozni vagy elbújni, egyetérteni vagy ellenkezni,
és nehézségükben rejlő szépek, nemesek és emberiek. Ha mi, tanárok és a szülők, addig helyettetek többnyire döntéseket hoztunk, és ha ezt jól tettük, ha jó példát mutattunk, akkor felkészítettünk titeket az életre. Én remélem, hogy többségében ez a helyzet. Mi köszönjük, hogy tanítva tanulhattunk, és ti, ha úgy érzitek, egy-egy példa köszönetre méltó volt az életetekkel, a tetteitekkel, ezt akár meg is köszönhetitek. Ma, holnap, minden további napon. Hogy kinek, mikor, milyen formában, hát ez is egy döntés. Végül búcsúzóul, hiszen ilyenkor szokás bölcsességet kínálni útravalóul, Ákos szavaival zárom mondandóm. Emlékezz, mennyi harcot láttunk, mennyi úton jártunk, nem is volt olyan régen. Emlékezz, frissen zúgtak az évek, aztán véget értek. Most azt kérdem, mi jöhet még? Köszönöm. Az élet egy lánc, melynek minden szeme új üdvösséget ad. Igen, ilyen láncszám mai nap is. A láncszemek között vannak fényes szemek, szép, megőrzésre méltó emlékek. És elhalványult szemek, melyek szinte emlékeztetnek benneteket, bennünket. A mai nap különös fénnyel ragyog a láncszemekben. Életetek jelentős eseményét, szalagavatótok napját jelzi. Különösebb dolgokra azonban ne gondoljatok. Diákok lesztek továbbra is, de szallagos középiskolások. Felkérem a végzős osztályok, osztályfőnökeit, hogy kezdjék meg a szalagfertőzést. Végzőseink, 11. B osztály, osztályfőnök, Káni Fester, Vilinszki Gábor, Cserkés Péter, Csokvai Balázs, Dömödön Dominik, Élő László, Gombás Máté, Háber Péter, Hideg Gergő, Horváth Tamás, Jagodics Kristóf, Kajtár Zihár László, Kalmár József Zsolt, Kocsis Bence, Kovács Dávid, Márkon István, Mészáros Csaba, Mészáros Levente, Nagy Bence Sándor, Barai Levente, Roncs Patrik, Rozmán Kristóf, Szabó Ferenc János, Tűz Tibor József, Takács Márton, Tugi Ádám Kristóf, Vajd Bence, Bölcsei Jóvén, 11. C. osztályfőnöke, Dr. Kankotőn Csilla Tanár, Félixi Szabolcs, Dobos Attila János, Vassányi Zsolt, Herányi Már István, Horváth Brigitta, Kóti Máté, Pénzes Levente Sándor, Fölöskei Béta Anna Mária, Radics Olivér Ferenc, Szabó Ádám, Szabó Bálint, Kapár Dániel, Tamás Kristó. 12. A osztályi szerzőnöke, Szalókini Ács Viktória, Balog Áron, Benni Barnabás, Öcskei Marcina, Dobos Bence, Csukor Benjamin, Dömöntör Attila, Farkas Tamás, Fekete Bence, Halász Szibor, Hegedű Gergő, Herceg Máté László, Horváth Bálint, Kálmán Ákos, Kellei Rihár, Kovács Bendegúz, Mennyhárt Kristó, Molnár Kristó, Német Dániel, Német Ervin, Nyerges Kristó, Paveszka Martin József, Szabó Norbert, Szalai Dávid Norbert, Törek Iván, Szuba Bence, Varga Gábor, Vörös Már, 13. F-osztály osztályfőnöke, Resvalos Erika, Anna Patricia, Balázs Liliana Anna, Tudás Viktória, Gál Nikolett, Galambos Kitti, Kassa Roland, Kis Milán László, Kránic Virág, Lengyel Rámona Judit, Fálfi Elizabeth Krisztina, Szabó Ágnes Erika, Szép Zsófia, Terhec Bálint Áron, Töremi Petra Alexa, Virzai Izabella.
Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Felkérem Pernapi Sándor igazgató urat, hogy köszöntse a végzős diákokat. Szeretettel köszöntök szalagavató ünnepségünkön minden megjelent kedves vendéget, a kollégákat, és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a szereteket, kedves nézős diákok. Az emberi életnek vannak felejthetetlen állomásai, kiemelkedő eseményei. Ilyen esemény a mai ünnepély, a szalagavató is végzős diákjain és iskolák életében egyaránt. A szalagavató ma már általános szokás, de csupán néhány évtized terjedt el a miskolci és soproni diákok körében, akik az 1735-ben alapított selmezbányai bányatisztkétő növendékeinek diákhagyományait elevenítették föl. Annak idején ugyanis a felnőttés erdőtt legények színes szalagokat tűztek a kalapjukra, amely egy új életszakasz kezdetét jelentette. Amikor iskolánk hagyományaihoz híven egy kis szalagot tűzünk a gallérotokra, jelezzük, hogy életetek nagy megmérettetés előtt álltok, hamarosan érettségiztek, illetve szakmai vizsgát tesztek, nem sokára befejezitek középiskolai tanulmányaitokat. Eljutottatok ifjúkorotok legnehezebb szakaszába, amikor megismerhettétek önmagatokat, vágyaitokat, korlátaitokat, tehetségeteket. Megtanultátok, hogy kik vagytok, honnan jöttetek és hova tartotok. Ebben a folyamatban segítettünk szeretettel titeket, mi az iskola, a tanáraitok és a családotok is. A ma kitűzött szalag jelkép az összetartozás jelképe. Annak a jelképe, hogy hosszú éveken keresztül együtt voltunk, tiszteltük egymást, és mindezt az iskolán keretei között tettük, mert az iskola értetek van, volt és lesz. A szalag jelképezi azt a közösséget, amiben a közösség lényeket kötnek, és kötnek össze diákokat, tanárokat, hiszen egy közös utat járunk. Ez a szalag, amit a kapcsolatok, egy jelkép teremtsenek. Mindenki más is arra fog emlékeztetni, hogy viselője végzős diák. Küzdelmes, még a kudarcokat egy éveket hagyhatok magatok mögött, hiszen teljesítettétek az elmúlt évek követelményeit. Ez a szalag, amit a mai napon is elni fogtok, legyen számotokra figyelmeztetés. Figyelmeztessen nap mint nap arra, hogy közeled a megmérettetés, amikor számot kell adnatok tudásokról. Tudom, hogy a hátralévő fél év legalább olyan nehéz lesz, mint az előzőek. Sok szabad időt kell feláldoznatok azért, hogy majd azon a júniusi napon sikeres érettségi és szakmai bizonyítvánnyal a kezetekben boldog, megkönnyebbült arccal léphessetek ki az iskola kapuján. A zöld szalag jelzi, hogy a kamaszkorból átléptetek a felnőtt korba. Bizonyítja, hogy szüleitek gondoskodásának és tanáraitok áldozatos munkájának eredményeként az iskola végzős diákjaiból hamarosan kezdő munkavállalók vagy más iskolák kezdő tanulóivá váltok. A szalag emléket állít azoknak a momentumoknak, amikor ti is megtettétek a magatokét ahhoz, hogy idáig eljussatok. A szalag az iskolatársaitokkal, osztálytársaitokkal való összetartozás jelképe is. Köszönjétek meg szüleiteknek, tanáraitoknak és társaitoknak, hogy birtokába jutottatok a továbblépés képességére. A szalag mutatja, hogy most fogtok nekifutni az utolsó akadályoknak, és miután átugrottátok azokat, nos, újabb és újabb küzdelmek néznek felébe. Elbocsátok gondolatként, a két favágó történetét ajánlom figyelmetekbe.
Az erdőben egymás mellett dolgozott két favágó. A fák törzseinek hatalmas volt az átmérője. Sokat kellett dolgozni a fati termelésre. Mindketten egyformán jól kezelték a fejszét, de a munkamódszerük nem egyezett. Az első kitartó munkával vágta a fába a fejszéjét, egyiket a másik után. Ritkán, és akkor is csak rövid szünetet tartott. A másik favágó óránként hosszabb pihenőre megpihent. Naplementekor az első favágó csak a munka felét végezte el. Izzadtan és fáradtan tette el a szerszámot, szinte teljesen a kivegőt. A második szinte hihetetlen, de befejezte a munkát. Egyszerre kezdték a favágást, és a fák is nagyjából egyformák voltak. Az első favágó nem hitt a szemeinek. Nem értem a dolgot, mondta. Minden órában kiadós pihenőt tartottál, és mégis előtte vagy. Igen, láttad, hogy minden órában megálltak pihenni. Amit viszont nem láttál, az az volt, hogy a szünetet a pihenés mellett arra is használtam, hogy megérezzem a fejszémet, mondta a második favágó. A történet tanulsága szerint rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy mindent beleadnak a munkájukba, vállalkozások építésébe. Látástól vakolásig dolgoznak, mégsem jutnak egyről a kettőre. A sikerhez vezető úton saját magunk fejlesztése, képzése ugyanolyan fontos, mint a kitartó, kemény munka. A tanulás örök feladat. Ha ennek fontosságát megérzitek, akkor már nem voltunk hiába, mert nem az a lényeges, hogy az ember most mit tud, hanem az, hogy képes-e megtalálni az utat a jövőben. Ezért hát mindig szálljunk időt arra, hogy fejlődjünk. Kedves diákok! A tantestület nevében kívánom, hogy a tudás legyen a legfőbb segítőtök felnőtt életetekben, és álmaitok beteljesüléséhez jó egészséget, kitartást, sok szerencsét és nagyon boldog felnőtt kort kívánok. Köszönöm. Dömötör Attila, 12. A-osztályos tanuló, az Örökre a szívedben című számot adja elő. Állunk, ha jön a vihar, csak reméljük, hogy nem lesz baj. Valaki gyorsan él és bízik a sorsban, valaki lassan és sokszor megtorban. Választani kell, hogy mi is a cél, a te álmod az hol van. Mert állunk el, hogy gyermek marad, az életben, az időt tudva, de az álmot őrizd, örökre, szívedben. Sok állunk el, hogy gyermek marad a lelkedben, az időt tudva, de az álmot őrizd, örökre, szívedben. Mi? Álmatlan élek és boldog órán, szeretnek átkok sorra, az mi vár rád, de ne add fel is mindent éld át, az időt sose sajnált. Ezen ijedlik minden apró lépés, megszépülsz végre, hogyha célba érsz, mert benned is az álmok tengere él, s ez fiatalon tart még. Mert állunk el, hogy gyermek marad az életben, az időt múlva, de az álmot őrizd, örökre, szívedben. Sok állunk el, hogy gyermek marad az életben, az időt múlva, de az álmot őrizd, örökre, szívedben még. Gyermek marad az életben, az időm múlva, de az álmot őrizd, örökre, szívedben.
sok álom kell, hogy gyerek marad a lelkedben. Az élő múlva, de az álmot őszt, örökre szívedben még. Mi a véleményünk a mindennapi testnevelésre?
fogunk a nyárnyokból soha nem. Mit gondoltam, amikor a dolgozatokat javítottam?